Szevasztok! Ebben a videóban egy Husqvarna 359-ről lesz szó. A gép már volt nálam egy alapos áttakarításon, de aztán az a panasz van rá, hogy hidegen még csak-csak megy, de amikor bemelegszik, akkor már megáll, meg utána nem is indul a gép. Úgy gondolom, hogy bontással fogunk kezdeni, mert a dekószelep benyomása nélkül elég könnyű húzni a berántót, úgyhogy valószínűleg kompresszió problémák lesznek. Végeztem a bontással, beigazolódott a gyanúm, a kipufogó oldal felől visszakapta a kokszot, és az húzta meg a dugattyúnak az oldalát. Még a kisebbik probléma lenne, próbálok belevilágítani, úgyhogy látszódjon is valami. Nem tudom, hogy mennyire látszódik, de ott kapta vissza. Úgyhogy ott van egy kis felkenődés. De elég jól látszik, hogy mennyi lerakódás volt. Úgyhogy ezt megpróbálom hónolással eltüntetni onnan. Első körbe megtakarítom kívül a hengert, meg belül is el fogom mosni féktisztítóval, és akkor utána megnézzük a kefeféle módszert, hogy sósavval lemaradjuk róla az alumíniumot. Mindjárt megtakarítom, azt akkor mutatom, hogy mire jutottam. Látni, ahogy szépen dolgozik a sósav, hogy az eredményről is mutatok még kis bevágást. Elkészült a henger. Meghónoltam egy kicsit, ilyen fúrószára tehető hónolóval, vagy fúróba tehető hónolóval. Most még ugyan látni látszik, de tapintani már nem lehet a felrakódást, úgyhogy ezzel kész vagyok. Megyek tovább a hibaellenőrzésbe. Amit még észrevettem, és biztosan cserés, az a kuplung lesz. Ugyanis ott belül jól látni, eléggé meg van már kopva, rugók is, úgyhogy ez mindenképp cserés lesz még. AIP dugattyút fog kapni a gép, meg egy farmertek kuplungot, nyilván a tömítések is lesznek cserélve. Most már jó pár ilyen dugattyút beszereltem, eddig egyikkel se volt gond, úgyhogy én úgy gondolom, hogy az árukért meg főleg nagyon jó kis dugattyúk. Már rápucoltam a gépet, úgyhogy kezdem az összeszerelést, aztán folytatom majd a videót. Oh.